fordított világban élek, ahol minden megtörténhet végérvényesen. Ami elveszett, hozzászoktam, készen kapom. A Bikini együttes is fellépett a Pécsi Napokon szeptemberben. A Széchenyi téri koncert előtt Németh Alajossal beszélgettünk. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen emlékeket őriznek Pécsről. Mindenkinek vannak publikus élményei és kevésbé publikus élményei. Minden turnéhoz és minden nagyobb koncerthez fűződik valami emlékélmény, a baráti találkozások. Én visszacsatolnék 1982-ig, amikor is a Nagyferóval kezdtük ezt a zenekart csinálni. Tehát az ős Bikini, ma már Ősbikininek hívett formáció, rengeteget játszottunk az ifjúsági parkban. Ez itt van a város szélén, biztos emlékszem még arra, a tóparton. Volt, hogy bele is estem a vízbe egyébként, nem csak én, más kollega is esett bele. És hát ilyen gyorsan lángoló szerelmek születtek meg, élmények. És visszakanyarintva még a Mini együttessel is jártam itt a Török Ádámmal. Tehát én nagyon régi látogatója vagyok a városnak, és életemben először ebben a városban ettem csevapcsicsát, a Milán étteremben. Biztos talán még mindig van a Milánnak étterme, de akkor imádtam, Konstantinom és Milánnak hívták az urat, és nem árult el, hogy hogy csinálja a csevapcsicsát. Tehát ilyen apró élményeim vannak, a sporttal kapcsolatban nincsenek emlékeim Pécssel kapcsolatban, de a város több ezerszer átjártuk, tehát sokat utaztunk, laktunk szállodákba is, úgyhogy nagyon imádjuk Pécset. Többet nem tudunk hozzátenni, mint ami bennünk van, mindig azt adjuk csak, és úgy tűnt, hogy ez mindig elégséges volt, tehát ez mindig nagyon jó hangulatot okozott, és nem is akarunk ma sem világot megváltani, csak azt eljátszani, amit tudunk ma. Van a koncertnek egy érdekessége, hogy a gitárosunk Lukács Peta elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, egyéb elfoglaltság miatt, és egy Olivier Lee nevű fantasztikus, tehetséges tanítványa fog ma gitározni a Bikiniben. Nem először, hangsúlyozom, tehát többször helyettesítette a Petát. Nagyon várjuk és kíváncsian várjuk. Ez mindig izgalmas egyébként, hogy mi kerekedik ki ebből a buliból, de szerintem ez ugyanolyan lesz, mint az összes többi. Hagyjon az ég nekünk mindig jobban, ne csak rosszat, ne csak rosszat. Hagyjon az ég nekünk mindig jobban, ne csak rosszat, ne csak rosszat. Rengeteg helyre hívnak meg, hallják, hogy megyünk, mint mondjuk Pécsre, most is megálltunk Dunaújvárosba egy rajongónál, hogy vendégül lát minket, meg ilyen. Szóval ez most már kinőtte magát országos hálózattá, vicces, hogy tényleg így van, de hát a 40 év azért meghozta, jövőre lesz 40 éves a Bikini, ez azért meghozta azt az elképesztő baráti társaságot, ez már több mint 150 ezer csak a Facebookon, akik a Bikinivel napi kapcsolatban vannak. A lényege, hogy a nagyslágerek a végén, a fináléba elhangozzanak, mert a Rolling Stones-t is megköveznék a Satisfaction nélkül. Tehát ott a közeli helyeken, a mielőtt elmegyek, a részegen kivisz majd az altját magad mellett, az zsinórba el kell játszani. Az elején is vannak slágerek, mindig azt mondják, hogy legyek jó, meg egy csomó más is. De a közepére mindig teszünk valami elgondolkodtató, tehát azért legyen ez egy kulturális élmény, és ne csak egy slágerparádé, hanem elgondolkodtató dalokat is, mint például a Repülök, Elrepülök, meg a Mondel, tehát középen van egy mélyebb gondolkodást, gondolatokat előidéző rész. Októbert még, hát azt nem mondom, hogy végigjátszunk, október közepéig vannak lekötött rendezvényeink, arról tekintettel, hogy a rendezvényszervezők még ebben sem voltak biztosak, hogy egyáltalán megy a július, augusztus, szeptember. Tehát nagyon óvatosan merték megrendezni, mert nem tudták, hogy kell megcsinálni azt, hogy beengedjük az ott embereket, az másokat kordonon kívül tartjuk, hogy ezt hogy lehet elkeríteni. Tehát ez nem volt megrendezve, még a fejükben nem volt ez. Most már augusztus végére nagyjából voltak tényleg ilyen jó szervezett bulikon, volt egy kordon, és megkért a hangos bemondom, hogy csak azok jöjjenek be, nem kérünk igazolványt, a lelkiismeretekre bízzuk, akik be vannak oltva, akik nincsen maradnak, és rengetegen maradtak kívül, tehát nem éltek vissza ezzel a bizalommal, és ez nekem úgy tetszett, hogy az emberek ezt úgy komolyan veszik tényleg. Uh-huh. Úgyhogy október közepéig vagyunk rendezvényekkel. Mi télen nem nagyon szoktunk játszani, azért, mert ilyen pubokba, ahhoz túl nagy a Bikini, hogy pubokba játszunk. Ez nem nagy képviség, nehogy félreérts. Nem tudjuk ezt a programot klub szinten bemutatni, illetve be tudnám
mutatni, de óriási munka révén. És nem éri meg, mert sokszor volt, hogy lementünk a klubba, nem került el a klubvezető, nem került el a boríték, amiben ez meghálálná, ugye, sőt volt már nagyobb rendezvény is, hogy eltűntek a rendezők, úgyhogy csak megbízható stabil helyre megyünk, ezek általában városnapok, mint például ez a mostani pécsi városnap is, ez a pécsi napok, ahol az ember biztonsággal jön le, és szeretettel mutatja be a programot, mert nem hogy nincs átverve, hanem ki van szolgálva tökéletesen, úgyhogy köszönjük szépen nektek, pécsieknek!